Adventi lélekkert várja a debrecenieket az ünnepi időszakban a nagy templom mögött található emlékkertben. A közösségi tér a tíz éve megalakult Debreceni Karitatív Testület kezdeményezésére jött létre, aminek a megvalósításában a Debreceni Szakképzési Centrum és a Kóskároly Művészeti Iskola is segítséget nyújtott. Ma délután a testület tagjai és a megvalósításban közreműködők közösen díszítettek karácsonyfákat. A szervezet idén is gyűjtést indít. Az emlékkertben felállított ad tovább házikóban. Vasárnaptól minden nap délután 4 és 6 óra között van lehetőség az adományok leadására. Minden gyertyagyújtáskor szeretett vendégséggel várjuk majd a debrecenieket, amit a mi önkénteseink fognak készíteni azokat a süteményeket, forró teát, és azt gondoljuk, hogy ezzel szeretnénk viszonozni azt az elmúlt tíz éves együttműködést, amit kaptunk, és egy fontos szél is van e mögött.